negyedik generációjához érkezett a Moto G sorozat, három készülék személyében, amelyek tavasszal startoltak még el, és ezek közül is a legfutcosabbat mutatom most be nektek, a Moto G4 Plus-t. Nem a Lenovo Moto G4 Plus-t, nem a Motorola Moto G4 Plus-t, egyszerűen a Moto G4 Plus-t, így is szerepel a név a dobozon, ugyanis önálló brandként érdemes most már a Moto sorozatra tekinteni, noha alul van egy Lenovo logó, a hátlapon egy Motorola felirat, mindazonáltal a termék oldal is csak egészen egyszerűen Motónak nevezi ezeket az eszközöket. A legkomolyabb felszereltséggel a G4 Plus rendelkezik 5,5 hüvelykes képátlóval az előlapon Full HD felbontással, 8 magos Snapdragon 617-es rendszerchippel a készülékházon belül, illetve 16 megapixeles hátlapi és 5 megapixeles előlapi kamerával, bár a legnagyobb megkülönböztetőjegye a sima Moto G4-jel szemben az előlapon található érítés alapú újranyomatolvasó, ami egyébként nem túl esztétikus. Ahhoz képest, hogy milyen nagy darab a doboz, nem sok mindent találni benne. A telefonon túl akad egy Turbo Power gyorsfeltöltő, egy micro USB kábel és némi leírás, tehát a headset is kimaradt és egyéb extrák úgy szintén. A legszemben tűnőbb változás az előlapon az, hogy immáron csak egyetlen egy hangszóró található, itt felül ez a multimédiás hangszóró és a beszélgetési hangszóró egyben. Ugye két évvel ezelőtt még sztereó megoldásról beszéltünk, tavaly az érintés alapú ujjlenyomatolvasó helyén pedig a multimédiás hangszóró volt elhelyezve. Mivel virtuális kezelőgombok vannak, pedig sokkal jobb lett volna, hogyha itt alul kapnak ezek helyet, így nagyjából két ujjnyi magasságban kezdődik a hasznos képernyőtartalom, és amúgy sem vékonyak a kávák, úgyhogy egy kicsit robosztus készülék érzetét kelti az ember kezében a G4 Plus. Jobb oldalon van a hangerő szabályozó és a bekapcsológomb, eléggé keményen meg kell ezeket nyomni, hogy működésre bírja őket az ember. A hátlapon pedig 16 megapixeles kameraszenzor, F/2-es lencsével, kéttónusú ledes villanóval és lézeres autofókusz segéddel. Itt pedig a szokásos Moto logó enyhén süllyesztett, tökéletesen ideillene az új lenyomatolvasó. A hátlap lepattintató, alatta pedig egy microSD kártya foglalat, illetve két microSIM foglalat fedezhető fel, és kedveskedett a Moto egy-egy nanoszim átalakítóval is alapból, úgyhogy ezeket külön nem kell megvásárolni, nanoszimeket is könnyedén be lehet helyezni ebbe a fabletbe. A Moto G4 Plus sallangmentes Android 6.0.1-es felületet kapott, gyakorlatilag vegytiszta gyári Androidról beszélhetünk, valószínűleg a 7.0-as frissítése fog sokat késni, ezen kívül igazándiból a Moto a maga részéről sok mindent nem tett hozzá, van egy készüléksúgó, illetve alapvető Moto funkciókat is el lehet érni, gesztusvezérlési módokra tessék gondolni. Noha az árkategóriában létezik eszköz jóval erősebb hardware-rel, mondjuk Snapdragon 652-vel, vagy Helio X10-es, X20-as SoC-vel, kitűnően sikerült optimalizálni ezt a szoftverfelületet a Snapdragon 617-es megoldással, éppen ezért a megakadások nem jellemzők se böngészés közben sem pedig a felületen, kitűnő munkát végzett a Moto csapata. Más a helyzet a játékok esetében, ahol az Adreno 405-ös IGP már nem elég, hogy egy aszfalt 8-at maradéktalanul akadozásmentesen meghajtson. A fülesre jó minőségű zene megy, a multimédiás hangszóró pedig átlagfeletti hangerővel és átlagfeletti minőséggel szól. A Moto G4 Plus egyszerű kameraszoftvert kapott könnyű kezelhetőséggel, ami nem jelenti azt, hogy ne lennének módok. Van panoráma, lassított felvétel, videófelvétel és kézi mód is. Itt pedig az expozíciót, az érzékenységet, a záridőt, a fehér egyensúlyt és a fókuszt lehet kézzel állítani. A nappali képminőség abszolút rendben van, remek a részletgazdagság, nem túl komoly az utófeldolgozás során elvesző részletmennyiség, a dinamika közepes, a fénymérés nem mindig pontos, de általában rendben van, és a fehér egyensúly is abszolút elfogadható. Este már jóval komolyabb a részlethiány, bár a kézi módot bevetve ezen is javítani lehet,
ami pedig a 1080p-s videófelvételeket illeti, a kép és a hangminőség is rendben van. A Moto G4 Plus kétségtelenül egy jól sikerült fablet, amit a 8 magos rendszercsippel együtt megfelelően optimalizáltak, relatíve friss rajta az androidos rendszer és a 7.0-as frissítés is várhatóan hamarosan megérkezik, és egyébként teljesen sallangmentes a szoftver felület, nagyon jó minőségű képeket lő a hátlapi kamera, és az üzemidő is rendben van. Kevés a hibája, ugyanakkor azt meg kell jegyezni, hogy azon az árszinten, ahol megvásárolható 80-90 ezer forintért a 2x16 GB-os változatért, tehát a nagyobb tárhely és RAM kiszerelésért még többet kell kifizetni. Egész egyszerűen már nem elég a mai piacon a kopogós műanyagház, amikor fémházas masinák vannak, az előlapi kávák már kicsit túlságosan nagyok, amikor egyik-másik készüléknek csak milliméterre lehet a képernyő szélein lévő ürességet mérni, és hát igazából az esztétika sincs rendben ezzel az előlapi új lenyomat olvasóval. Az mindazonáltal rendkívül gyorsan működik, és egyébként az egész rendszer működésére nem lehet panasz úgy sem, hogy egyik-másik rivális akár 10 magos és gyorsabb rendszerséget tartalmaz, szuper munkát végzett szoftveres oldalról a Lenovo